annak örülnék a legjobban, ha azokat a pillanatokat, amiket az elmúlt 15 év során megörökítettem a természetfotózásban, az utókor ne az én képeimen keresztül, hanem személyesen is megtapasztalhassa. Elmondhatom, hogy most már több mint 30 éve a Paksi Atomerőműben dolgozom. Az első 20 év a szakmáról, a grafikáról, a tipográfiáról, a kiadványokról szólt elsősorban. Majd az utóbbi 15 már egy kicsikét kezdett átmenni a természetfotózásba is, és hasznosítottam természetesen a kiadványainkban és egyéb más kommunikációs anyagainkban. Célja elsősorban az, hogy megmutassam, hogy az atomerőmű, ami egy kicsit misztifikus sokaknak, és teljesen másképp képzelik el az itteni élővilágot, megmutassam, hogy mennyire gazdag és mennyire színes fajban, sőt, ez már más szakemberek, környezetügyi szakemberek más szakmai oldalról is megerősítették. Éppen ezért nagyon fontos volt számomra, hogy nagyon hitelesen és nagyon mélyrehatóan tanulmányozzam azt a természetet, mert felelősséget kellett vállalnom azért, amit leteszek az asztalra, az egy valóság és tény. Számomra nagyon fontos, hogy amikor egy-egy sorozattal, egy-egy projekttel elkészülök, akkor azt megmutassam az embereknek. És nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert van rá lehetőségem, az Atomenergetikai Múzeumtól kezdve számtalan olyan fórumon szólalhatok meg, és mondhatom el azokat a tapasztalatokat a fiataloknak, amiket én már átéltem, és nagyon örülök, mikor a kíváncsi tekintetek és a végén a taps, az elismerés megkoronázza ezt az órát. Az elsők, akik ezt láthatják, az atomerőmű dolgozói, mert ők azok, akik a legtöbbet segítettek ebben a munkában. A legnagyobb siker számomra az, amikor észreveszem és megtapasztalom azt személyesen is, hogy a képeimet néző emberek mosolyra fakadnak, valamin esetleg elgondolkodnak, és valamit elültetek bennük a természet szeretetéről, annak megóvásának felelősségéről, és akkor úgy érzem, hogy nem volt hiába az a sok-sok idő, amit ráfordítottam.